A hajszerkezetünk károsodása, pláne hogyha hosszú hajról van szó, még inkább ha festett hajról, nagyon könnyen beazonosítható mindenki számára, akár a tükör előtt, de ezt helyre lehet állítani. Ilyenkor főleg aktuális a téma, hiszen már önmagában az UV-sugárzás, a víz, a nap, pláne ha sós víz, tönkre tudja tenni a hajunk szerkezetét, de ez egy 4 lépéses hajszerkezet újraépítő kezeléssel azonnal orvosolható. Ha a fodrászatra gondolunk, akkor nekem legalábbis először a hajvágás, hajtestés jut eszembe. Ma már lehetőség van a hajszerkezetünk újraépítésére is. Ez hogy néz ki? Nekem azért keltette fel az érdeklődésemet, mert nekem magamnak is szükségem volt rá. Ez az, amikor az évek alatt a sok szőkítés miatt kicsit elgyengül, vékonyabbá válik a haj. Én ezt mindenki tapasztalta már, de hogyha ezt még elkezdjük vasalni, meg szárítgatni, akkor megnyúlik, és akkor már, amikor olyan lesz a haj, mint egy rugó, holott egyébként egyenesnek kéne lenni, meg amikor érzi az ember, hogy folyamatosan törik, le kell vágni, elgyengül az egész szerkezet, nem kezelhető. Szóval ezen szerettem volna változtatni, és ez 4 lépésből áll, és nagyon eredményes. Ez az első lépés, ez a mély tisztítás, egy speciális samponnal, olyan, mintha leradíroznánk a fejbőrt, hiszen ott is keletkezik fölösleges szarú réteg, mint a bőrünkön, csak hát a hajszálak közül nehezebben távozik, meg a rengeteg lerakódott hajfesték maradványa, hajformázó anyagok, az utcai szennyeződés, amiben megy a hajba, és utána nem tudjuk kimosni a hajunk fejbőrét, sokkal nehezebb tisztítani. Na, ezzel lehet. Megtörtént az első lépés, a tisztítás. Mi a következő, ami történik? Ennek a tisztításnak köszönhetően a haj szerkezetét is megnyitotta ez a vegyi anyag, és utána jön a kutikula újraépítése, kezelése. Ez a kutikula a hajszálak külső rétege. Ez a pH értékét visszaállítja, az eredeti pH értékét a hajnak, és nagyon fontos, hogy nem kerülhet fejbőrre, mert esetleg kisebesedhet, annak a pH értéke nem felel meg a fejbőrének. Eltávolítja a felesleges évek alatt felgyűlemlett ammóniát a hajszálakból. Én nem is tudtam, hogy a rendszeres festéstől tulajdonképpen felhalmozódik, nem távolítjuk el rendesen a festéssel, a mosással. És ennek köszönhetően lesz a haj sokkal erősebb, a szerkezete sokkal fényesebb, puhább és könnyebben fésülhető. Most jön a harmadik és a negyedik lépés, ha jól gondolom, ez az újraépítés, és engem az érdekel önző módon, mert azt hallottam, hogy ez mondjuk a göndör vagy hullámos hajnak a szerkezetét is tudja javítani. Valamennyi hajnak a szerkezetét, ugye minden típusú hajnak más a sajátossága, ami a hibáját tekinti. Itt a legfontosabb a harmadik lépésben ez a kezelésnek tulajdonképpen a szíve, hogy egy speciális keratint, ami a haj építőanyaga, 19 aminosabból áll, ezt most visszaépítjük a hajba. Azért különleges ez a 19 aminosav, avagy a keratin, mert hogy ez természetes, eredeti hajból kivont, és nem pedig valami szintetikus. Ez teljesen visszaállítja a haj szerkezetét, a töredezettségét, a fényét, ettől lesz olyan erős és fiatalos, friss a haj. És utána a negyedik lépésként pedig visszaállítjuk a nedvességtartalmat, ne felejtsük el, hogy akkor még nyitva van a kutikula, és amikor a nedvességtartalmat visszaállított, akkor le is zárja ezt. És aztán megszárítjuk, és kapunk egy sokkal egészségesebb, szebb hajat. Crazy what love can do, crazy what love can do.